Pénteken remek játékkal bravúros 3-0-es győzelmet aratott a Fehérvár a V19 az addig hibátlan Filach ellen, így komoly várakozás előzte meg a két nappal későbbi Znojmo elleni találkozót. Az azonban ezúttal már korán, a 9. percben biztossá vált, hogy Rajna Miklósnak nem jön össze a hibátlan, kapott gól nélküli teljesítmény. Radim Matus egy keresztpaszt pöccintett némi szerencsével a kapuba, ezzel megszerezte a vezetést a fehérmezes vendégalakulat. Az első játékrészben a hazaiaknál főleg a fiatalok Sárpátky Rejsz és Szabó tudtak helyzeteket kialakítani, de nekik sem sikerült a hálóba találniuk. A második harmadban egy másik sor a Latandres Erdély Lutinen trió volt elemében. A három játékos több komoly lehetőséget is kidolgozott az Znojmói kapu előtt, sőt, a finn támadó még a kapuvasat is eltalálta, de nem akart megtörni a jég és Schwarz kapus sem. A kihagyott lehetőségek pedig, ahogy az ilyenkor lenni szokott, megbosszulták magukat. A mérkőzés felénél Tomás Guman egy védelmi megingás után a palánkról visszavágódó korongot emelte be. Fontos lett volna, hogy összejöjjön a szépítés még a harmad vége előtt, és végül meg is érkezett az este első fehérvári találata. Sárpátky lövését még védte a cseh hálóőr, a kipattanóra azonban remekül érkezett Szabó Krisztián, és megszerezte idei második találatát. A záró etapban ment előre a magyar együttes, Benoit Laporte Rajna helyett is mezőnyjátékost küldött a jégre, de nem sikerült az egyenlítés, a Znojmo 2-1-re nyert. A vezetőedző szerint a küzdőszellemmel ezúttal sem volt probléma, de egyes játékelemekben még javulnia kell csapatának. Keményen küzdöttünk, de ebben a ligában minden az apró részleteken múlik, amikre mi ma nem figyeltünk eléggé. A második bekapott gól előtt egy palánk melletti párharcot veszítettünk el, emellett az emberelőnyös játékunk egyáltalán nem működött ma. Ennél sokkal jobban kell teljesítenünk, hogy mérkőzéseket nyerjünk. A tabella 7. helyén álló Fehérvár a V19-nek erre a héten előbb Innsbruckban, majd Bolzanóban lesz lehetősége, míg hazai jégen legközelebb jövő pénteken a Salzburg ellen bizonyíthat a gárda.